Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk F. Kovács Sándor miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Az elmúlt napokban került sor ön és néhány településvezető részvételével arra a megbeszélésre, ami a geotermikus energia jövőbeli felhasználásának lehetőségeit állította fókuszba. Milyen eredménnyel zárult ez a megbeszélés? Igen, én azt gondolom, hogy időszerű mindenképpen, hiszen az energiaárak az egész világon, de nem az egész világon, főleg Európában az egekbe szöktek az elhibázott uniós szankciók miatt. És minden országnak, minden településnek meg kell keresni azt a lehetőséget, hogy hogyan tud gazdaságosabban energiát előállítani, hogyan tud gazdaságosan fűtést biztosítani. És hát nekünk van egy kevésbé kihasznált lehetőségünk itt. Magyarország a geotermikus készletekben a világ egyik első helyén áll, hiszen tőlünk talán csak Izlandon van több geotermikus forrás, azaz hőforrás. És leültünk az MVM vezetőivel, a karcagi polgármester, berekfürdői polgármester, és próbáltunk összeállítani egy olyan csomagot, hogy hogyan tudnánk még jobban hasznosítani azokat a termálkutakat, amelyek a települések határában, vagy településeken vannak. Ez egy teljesen komplex fejlesztés lenne, hiszen a melegvízzel mit tudunk kezdeni, azt kell megvizsgálni, a melegvíz mellett feljövő kísérőgázzal, ezt fűtésre, energiatermelésre hogyan tudnánk használni. Én azt gondolom, hogy a jövő mindenképpen ez az irány, hiszen nem látom azt, hogy az energiárak csökkennének az elkövetkező időszakban, tehát meg kell találni azokat az alternatív forrásokat, azokat a lehetőségeket, amiket rendelkezésünkre állnak. Én azt látom, hogy jó irányba haladunk, hiszen már a karcagi strandon feljövő melegvíz kísérőgázát is tudjuk hasznosítani, hiszen a kórház területén van egy gázmotor, amely elektromos áramot termel, a hulladékhőt a kórház használja fel, de ez fejleszthető, hiszen több gázt tudnánk kinyerni, ha lennének fejlesztési lehetőségeink, és én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell menni. Ez a lépés nagyon fontos. Több önkormányzat, több település és a magyar kormány is erőt és energiát fektet erre, ha megkapnánk azt az összeget, ami az Európai Uniótól jár Magyarországra, hiszen nem csak befizetnénk a kötelezettségeinket, hanem vissza is kapnánk belőle, akkor ezek a fejlesztések nagyobb lendületet tudnának menni. Szorosan kapcsolódik a következő kérdésehez, hiszen azokban a napokban került sor Varga Mihály pénzügyminiszterrel történő egyeztetése is, amely a város és a térség beruházásait érinti. Hogyan haladnak, mit lehet róla tudni, hogyan zajlott a megbeszélés? A kormány meghozta azt a döntést, hiszen láttuk azt, hogy az orosz-ukrán háború után és ahogy mondtam, az elhibázott szankciók után egész Európa bajba került, hiszen Németországtól kezdve, Franciaországon, Belgiumon keresztül, Lengyelországon és Magyarországon keresztül is nagyon át kell gondolni, hogy mire költünk pénzt. A kormánynak az volt az elképzelése és az elhatározása, amit én is tudtam támogatni, hogy azok a beruházások, amelyek már elindultak, azok nem maradhatnak félbe, mert nincs annál rosszabb, mint hogy egy elindult beruházás akár évekig félkész állapotban van. Az elindult beruházásokat mindenképpen be kell fejezni, át kell nézni azokat, hogy milyen beruházásokat, új beruházásokat indítsunk. Azok a beruházások, amelyek mindenképpen létszükségletűek, ilyen például számunkra a karcagiak és kisújszállások a térségben a 4-es továbbépítése, ezek folytatódni fognak, de azok a beruházások, amelyek itt Karcagon is már elindultak, akár a kerékpárút fejlesztése, akár a parkolók, új parkolók építése, akár az Erzsébet-ligetbe a milánói pavilon építése, és annak a parknak, hiszen nem csak a pavilon fogott megépülni, aki arra jár, akkor az láthatja, hogy a Rónai Malom megújult, játszótér épült, tehát az egész térségnek a rehabilitációja megtörtént, tehát egy nagy komplex fejlesztés, és hát a sportpályán is, aki arra közlekedik, már látja azt, hogy igazából egy nagyon jó sportpálya, egy sportcentrum épül Karcagon. Tehát ezek a beruházások folytatódni fognak, és a jövő év közepére, jövő év második felére ezek be is fognak fejeződni, és új lendületet adnak Karcag városának. Hiszen amikor meglátogattuk a pavilon építését, én azt mondtam, hogy
Karcag sok mindenről volt híres, sok mindenről ismerték a világba, de főleg az országba. Híres volt a karcagi birkapörköltről, híres volt a Kántor Sándor fazekasságáról, híres volt arról, hogy kitűnő művészeink vannak Györfi Sándor szobrászművészről. De most lesz egy olyan ikonikus épület, amiről, hogyha Karcagra gondolnak, akár a képes lapokon, akár a fényképeken meg fog jelenni, olyan, mint Párizsban az Eiffel-torony, Rómában a Kolosseum épülete, Athénban pedig az Akropolis. Tehát Karcagnak lesz egy ikonikus épülete, amely vonzani fogja a turistákat, és meghatározó lesz az elkövetkezendő százesztendőre. És nem csak az építkezések amiatt fontosak, hogy ne maradjanak félkész épületek, hanem a családok, az ott dolgozó emberek számára is miért kiemelendő? Igen, ezek csak a látványos beruházások egy része. De a munkahelyteremtő beruházások is ugyan nem olyan látványosan, bár nem mondanám, hogy nem látványos, viszont az Agrosprint telephely és új gyártó sora egy akkora, amely egy új ipari, élelmiszeripari komplexum épült Karcag határába, aki arra megy, az rácsodálkozik, hogy mi nőtt ki itt a földből aránylag rövid idő alatt. Egy több mint 12 milliárd forintos beruházás, amely, ha jobb lesz a mezőgazdasági év, tehát nem ilyen aszályos lesz, akkor 100%-on tud üzemelni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek, nem csak Karcagon, hanem a környékbelieknek is ad munkát, és több milliárd forintos beruházás volt a Penny logisztikai központnak a csarnok raktára épületeinek az átadása, amit a napokban adtunk át. Itt megduplázódik az a tárolási kapacitás, ami eddig volt, nagyon sok embernek ad munkát, és Karcagnak a regionális ellátó szerepét fogja növelni. Lépésről lépésre haladunk, és azt látszik Karcagon, hogy nem csak hogy megtartja, hanem erősíti is a város regionális szerepét az oktatási intézményekben és a gazdaságban is. A napokban zárult a parlament őszi ülésszaka. Hogyan értékeli az őszi ülésszakot? Hát örültem volna, hogyha egy sokkal könnyedebb, egy békeidős ülésszak lesz, hiszen rányomta erre az évre a bélyegét mindenképpen az orosz-ukrán háború. A ukrán háborúra válaszként hozott uniós szankciók, és mindent felforgatott. Semmi nem úgy működik, mint hát nem mondanám, hogy egy évvel ezelőtt, mert egy évvel ezelőtt pedig a Covid-dal küszködtünk. Volt 3 évig igazából a Covid-járványnak a mindenféle hatása, a lezárások, a karanténok, és amikor azt gondoltuk már, hogy ebből kijövünk, és minden visszaér a régi kerékvágásba, Magyarország fejlődni fog, a gazdaság szárnyalt, akkor jött az orosz-ukrán háború, amely egekbe repítette az energiaárakat, és hát Magyarországnak borzasztó nehéz az, hogy hiszen nincsenek hatalmas kőolaj és földgázmezői, igazából kicsik vannak csak, amit most Vecsésen is találtam ol, tehát importból kell beszerezni a megnövekedett áru gázt és kőolajat, és ez nagyon nagyban nyomja a magyar gazdaságot. Ilyen évet zárunk, én bízom benne, hogy a jövő év jobb lesz. Sok esély nincs rá, mert ha nem lesz vége a háborúnak, és most nem látjuk, hiszen még az Unió részéről is, és az Egyesült Államok részéről is még a háborúról beszélnek, hogy Ukrajnát minél több fegyverrel ellássák, minél tovább folytatódjon ez a háború, a magyar kormány és a magyar emberek döntő többsége békét szeretne. Azt szeretné, hogyha azonnal induljanak el a béketárgyalások, legyen béke, legyen megegyezés, és akkor a világ visszatér a régi kerékvágásba, és akkor már akkor azzal kell foglalkoznunk, amivel szeretünk, hogy hogy gyarapodik a család, hogy gyarapodik a gazdaság, hogyan tudunk előre tervezni. Mert ennek a háborúnak és a szankcióknak az a legnagyobb hátránya, hogy tervezhetetlenné teszi az életünket. A 11. nemzeti konzultáció pontosan az elhibázott brüsszeli szankciókatban kérte ki a lakosság véleményét, és dr. Simicskó István, a KDNP frakció vezetője, korábbi honvédelmi miniszter, egy lakossági fórum keretein belül tartott és adott tájékoztatás Karcag lakosainak erről. A nemzeti konzultációt ön hogyan értékeli, hogy mennyien töltötték ki, és mi volt a cél? Hát nagyon sokan töltötték ki, már több mint 1 millióan, és úgy tudom, hogy meghosszabbodott a kitöltési határidő.
Azért van erre szükség, hogy a magyar emberek egyedül Európai Unióban, mert senkit, egyetlen egy ország sem kérdezte meg a lakosságot, hogy egyáltalán mit gondolnak az őket sújtó szankciókról. Hogy jó ötlete, tovább kell folytatni, elhibázott, még több szankciót kell hozni, mert az európai politikusok már a 9. szankciós csomag meghozatalába gondolkodnak, ami még jobban sújtja az energiát, az atomenergiát is. Tehát szankciókról szankciókra gondolkodnak, és a lakosságot nem kérdezik meg, hogy ők hogy látják ezt a dolgot, jó-e nekik. Az egész Európai Unióban egyedül a magyar kormány kérdezi meg a lakosságot, hogy mondják el, hogy jó-e ez nekik, ebbe az irányba megyünk tovább, és hát abban a helyzetben vagyunk, hogy ez mindenképpen jó érv a magyar kormánynak, hogy ő megkérdezte, hogy mit gondol a magyar lakosság. Hiszen az látszik, hogy az Európai Unióban azokra, akik nem akarnak együtt lépni a uniós bürokraták által kitalált szankciós politikáról, azokat mindenképpen zsarolják. És látszik ez Magyarországon is, hiszen a nekünk járó uniós forrásokat, amik a szerződés alapján járnak, mindenféle mondva csinált okkal nem fizetik ki, és csak akkor, hogyha mi is megszavazzuk akár a globális minimumadót, az újabb hitelt felvételt Ukrajnának, nagyon nehéz a magyar kormánynak, hiszen hogyha nem lépünk az unió fősorodóval együtt, akkor pénzügyileg meg tudnak bennünket zsarolni, és ez folyik. Tehát nagyon nehéz a helyzetünk. Évvége közelettével nyilván a politikában is egy kicsit a szenvedés ideje. Ön, mint a térség országgyűlési képviselője, hogyan látja ebben a gazdasági helyzetben Karcag és a térség jövőbeni lehetőségeit? Én azt látom, hogy az alapok jók. Azok az alapok, amiket évek alatt letettünk Karcagon és a térségbe, azok jók. Arra lehet építkezni. De ahogy előbb is mondtam, kiszámíthatónak kell lenni a világnak. Mert az nem kiszámítható, hogy nem tudjuk, hogy jövő héten vagy holnap mennyibe fog a világpiacon kerülni a gáz. Nem tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni az olaj. Hogy az ellátási láncokat meg fogják-e szakítani. Hiszen a barátság kőolajvezeték az Ukrajnán keresztül jön. Amikor felrobbant egy trafóállomás, akkor napokra megállt a barátság kőolajvezeték. Tehát mi, nekünk nincs tengerpartunk, hogy tankerhajók ki tudjanak kötni. Nekünk csak vezetéken keresztül tud jönni a gáz, és láttuk azt, hogy az északi áramlat vezetéket, ami a tenger alatt ment, azt is valakik mai napig nem tudjuk, hogy kik felrobbantották. Tehát kiszámíthatatlan időszakban élünk. Ha béke lesz, és a magyar embereknek és mindenkinek az az érdeke, hogy legyen béke Oroszország és Ukrajna között, ne legyen háború, akkor minden kiszámítható lesz, és ezekre az alapokra bátran tudunk építeni, ezeket a gazdasági fejlesztéseket tovább tudjuk folytatni. Én azt kívánom mindannyiunknak, az egész országnak, de az egész világnak, hogy legyen béke és egyetértés, hogy békében és egyetértésben tudjuk építeni azt a jövőt, amit magunknak és a gyermekeinknek szeretnénk. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!